Sziasztok! Ma elkezdem az Age of Mythology végigjátszásomat, és mivel már megvan a szigony elvesztése, ugyebár, az egész, most jöhet, és utána megölett az aranyajándék, 4 küldetés, nem volt olyan hosszú, de jó nehéz volt, és most jöhet az új Atlantiszi hadjárat, ez itt, ha jól látom, Ibéria, itt volt Atlantis, és itt lesz az új Atlantis. Oké, okay, a lehetetlen fokozat, bevezető, az egyetlen vén figyel, Kronosz az egyetlen vén figyeli az Atlantisziak újjáépítését. Atlantisziak újjáépítését? Atlantis újjáépítését. Nem az Atlantisziakat építik újra, hanem Atlantiszt. Nem az embereket, csak a várost. Na mindegy, mind nem számít. 10 évvel Atlantis pusztulása után. Ja, az aranyajándék addig meglett. Na mindegy. Á, hello. Ez Afrika? Ja, meg Európa. Busy rebuilding, are they? How foolish to pretend they are safe. To think that closing some gates would mean the end of this. To forget. That I'm still here. Well, it's their nature to be forgetful. Even their gods are absent-minded. Zeus has forgotten about everyone he has locked away in Tartarus. It is time for all of us to remind him. Go. Do as I have told you. What? Egy elveszett ember. Oké, lássuk, mi lesz itt. Stay here. There are not enough trees to build shelters or light fires against this cold. Crops will not grow here, and the savages nearby are getting bolder. The gods have abandoned us. We'd have been better off sinking with Atlantis than coming here. We must move. What's going on here? Zeno, what have I told you about getting everyone worked up? It's all right, Sergeant. He's right. We must move. How, Krios? We have no ships, and no one has seen a better place nearby. The god showed me an abandoned temple in my dreams last night. I was told it is the key to our leaving this place. We must find it. Wow. Atlantisszal játszunk. Mirom az Atlantiszi népet. Jó, páran oda, és főleg ezeket az arkuszokat. Ezek az íjászok nagyon kedvelem őket, szóval az Arcus íjászokat az nagyon-nagyon szeretem. Jobban szeretem, mint a toxotákat. Nem tudom, valahogy jobban néznek ki az Arcus íjászok, mint a toxoták. Olyan, tényleg olyan íjászos. Nagyon-nagyon szeretem őket. Na jó. Ahogy láttuk, ezt az embert megszállta a démon. Our farms won't take in this frozen soil. Hát ja, azt megszállta valami, az öreget, mivel itt megint Kronosszal állunk habban, mivel az istenek Zeus összekapott Poseidon, ezért ha jól tudom legyengültek, és egyszerűen nem tudják vigyázni a Tartaroszt, és így Kronosz megint megpróbál kijutni. Ó, anyám. Ah, azt hittem támadnak. Ah, már jönnek is. Ah. Vad emberek, hol? What? Ah! Mindenki meneküljön. Mi? Jó, még a farkasok is őket támadják. Az lol. Jó, vissza munkára.
Nyerünk Castor. Ja, amúgy Castorral megyünk. Már felnőtt, mivel Arcanthus fia volt, még annó 10 évvel ezelőtt még nem volt, csak pár éves, nem tudom pontosan hány éves. De már felnőtt ember lett, és most Castorral megyünk. Már valami 20 éves kell, hogy legyen. Ugyebár. Hé, segíts neki! Megmurdel! Kinyírták az összes farkast. Ja. Ó, jó nagy veszteségeket szenvedtünk el. Támadás során, na mindegy. Itt is ki van nyírva egy jávor szarvas. Templomot nem tudok építeni. Elhagyatott. Igen, még nem, nincs Isten választva. Szóval elhagyatottak vagyunk, ilyen, hogy nincs Istenünk. Keresd meg az égi átjárót. Jaja. Az Atlantisziaknál nem kell raktárakat építeni, vagy mint a vagy mintha az északiaknál ilyen kökörszekeret, hanem csak baszki, hanem csak van egy ilyen kis szamaruk, és abba hordják a cuccot. És az Atlantisziak nagyon jó közelharci egységeket tudnak. Ejjjj. Menekülj, jász. Annak annyi. Remek. Na meg persze minden egységet hőssé tudnak alakítani. Az is jó. De nekem valahogy át kéne fejlesztenem a nehéz tőrösöket. Vagyis ki kéne fejleszteni a nehéz tőröst. De gyorsan. Mi a... szórakoztok velem? Innen nem mehetek el. Ajaj. Menj már be egy... Hú, házba. Aj, nagyon le vannak gyengülve a falusiak. Van egy pusztítóm. Ezek nagyon, de nagyon gyorsan bírják pusztítani az épületeket. Nem hiába pusztító a neve, de nagyon brutál. Ez az anyám. Menekülj, paraszt. Még nem veszítek egyet el. Vissza aranyra. Na végre megvannak a nehéz tőrösök. Kell még egy barak. Ja. A pusztítót elvesztettem, a fanatikus még megvan, de sajnos a pusztítónak annyi lett, pedig arra nagy szükség lett volna. Az erős. Ennyi maradt Atlantisból? Hát szegények. Ez van. Ki kell fejleszteni nehéz íjászokat. Arkuszok. Ajaj, ellenség. Ezek a nyomorultak egyből a falusiakra mennek. Egyet vesztettem. Hát ja. Szép. Azok a farkasbőrösök nem igazán tudnak tenni semmit. De azért erősek azok is. Ilyen
kisebb támadásokra nagyon jók. Na, mert anyád. Nézd már! Ne! Úristen! Komolyan nem bírtátok megvédeni? Nem már! Srácok! Ez csúnya volt. Nem alkalmasok hajóépítésre. Az gáz. Oh, hello. Na persze a barbárok tudnak, mi? Ajjaj. Nyírjad ki. Ó, anyád. Castor, Castor, nyírt ki mindet. Ó, nagyok a veszteségeink. Túl nagyok. A laktanyát kell lerombolni. Ajaj, az arkuszok alapból tüzes nyillal lőnek. Az jó. Na, van ez a képessége Castornak, hogy elhajítja az ellenséget. Egyből meg is halad gyalogos. Nem mindegyik, de az ilyen gyengébbek. Ennyi. Na mi van? Ó, mennyi kis megint farkasbőrösök. Ó, anyám. Kell még egy falusi. Plusz egy barak. Azok az arkuszok jók. Ojojoj. Ajaj. Ebből baj lesz. Sajó. Oké, vissza. Jó, vissza munkára. Úristen, szórakoztok! Vissza, az baj, nincs semmim. Gyorsan kell egy kis élelem. A franc. It's yours.
Jaha. Most egy nagyon nagy seregre van szükségem. Írtó gyorsan. Addig nem támadok többet. Egyfolytában jönnek. Nyomba barbárok. Hú, kifogytam az aranyból is. Az gáz. Kell egy kis felderítés. Gondolom erre nincs arany. Kizár dolog. Csak élelem. De van. Wow, hello. Mégsem kizárt. Hello, srácok. Az arkuszokkal nem veszitek fel a harcot. Nem már, szórakozol. A házakba. Ez így nem okés. Kéne egy kis valamiből több. Gyerünk ide. Sok a fám most már. Már mindegy. Szedjétek az élelmet. Oh, hello. Ah, nehéz törösökkel a farkas bőrösök nem veszik fel a harcot. Amúgy ezeket Loki irányítja. Tudja, hogy Loki meg Kronosz szövetkeztek. Már megint. Loki már megint kihúzza a gyufát. Kevés az arany. Száztizenöt ember tudok? Az nem olyan sok. Gyere csak ide, lássuk mi van itt. Oh, hello. Jó, mert általában a tüzes nyillal lőnek. Az általában mindig talál. Hát itt semmi nincs. Mindjárt mehet egy támadás. Ő egy életerős. Az komoly. Annyik az a baj, van egy csomó sérült emberem. Nagyon sok. Pedig én úgy emlékeztem, hogy ebben a játékban gyógyulnak az egységek maguktól. De ezek szerint rosszul emlékszek. Vagy már keverem össze a játékokat, már annyit játszok. Annyi fajtával, hogy már keverem össze. Na mindegy. Ajaj, elkaptak minket, főleg az íjászokat. Ó, még egy arany. Az komoly. Á, egy szarvas. Na, rengetegen vannak ezek a valamik, barbárok. Gyerünk. Hajrá, arkuszok. És mindenki. Szép. Castor. Menzd meg. Szép. Hát ja, négy barakkal képzik a katonákat. Egyből célba vette azt a gyenge egységet, ki is nyírta. A köcsög.
Hát négy barakkal képzi a katonát, nem csodálkozok, hogy ennyire tudott egyfolytában támadni. Oh, hello! Mi a fene? Felszedovigálós csávók. Menjenek el. Ne ígyni. A lovas nem bírták elkapni. Jó, mert a tüzes nyilvessző meggyújtja az épületeket. Ajaj. Nyírjátok ki. Fejszedobigáló, hagyd már magad. Merre lehet a piros? Valahol itt kell, hogy legyen, mert innen jött egy lovas katona. Aha, így gyülekeztek. Nyírjad ki. Fókuszált lövések és két lövés egy lovas. Ha persze minden nyilvessző talál. Erősek ezek a rabló lovasok. Nem valami gyengék. Tűz! Tűz, íjászok, lőj, lőj, lőj! Jók, nagyon jók az íjászok. Ajaj. Ne, ne, ne őt! Oh. A fenébe. Akkor gondolom itt van még egy ellenség, aki fejszedobigálósokat képez. Tűz, tűz, tűz! A lovas nem bírják elkapni. Oh, hello, farkasok. Nyírjad ki, nyírjad ki. Szép. Na lássuk, mi van erre. Semmi. Akkor gondolom, hogy innen jöttek valahonnan a fejszedobigálók. Elintézzük őket. Na, jó sok élelmem lett. Az igen. Jól megszedtem magam, hogy őszinte legyek. Rengeteget. Mindenből. Na, ez komoly. Mindenből volt több, mint 1000. Na, ez sirály. Na jó. Ó, ezt a kikötőt romboljuk még le. Skopos? Építs egy ilyet. Mindenüket lerombolom. Mi a bánat? Ó, hello! Oké, okay, fejszedobigálók. Ide gyülekezzetek. Ujj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 
Ledarálták a gyalogságot. Hűha. Nem is olyan gyengék ezek a fejszadobigálók. Ó. Oh. Ha? Ja, hogy abból. Lőjetek! Egyfolytában csak jönnek. Ja, ja.
Egyesével. Ajjaj. Gyerünk, Castor! Ezek a testőrök erősek. Az is erős gyalogos. Az aranyajándék hadjáratban is kemények voltak. Ha jól emlékszem, a legutolsó hadjáratban. Főleg, amikor kifejlesztett őket bajnok testőre. Az brutál. Azaz nagyon erős. Az arkuszokkal szétlövöm őket. Na jó, elég az íjász képzésből. Gyalogság kell. Bombolyátok le! Basszus! Mi a franc? Újjáépítenék a bejáratot. Ennyi. Szép volt. Lerombolni, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Betörünk. Mázli, hogy testőröket nem képeznek. Hely, ezt hagyjad. Az íjászokat ne lője már szét az erőd. Tűz. Szép, szép volt. Fókuszált lövés. Ups. Ah. Gyerünk befele, srácok. Ez az, jók ezek a testőrök. Erősek nagyon. Ó. Oh. Hú, ez a lila, ez jó. Ennek jó helye volt mondjuk. Jó helyen voltak tanyázni. Na jó, meneküljünk innen. Ennyi. Itt mi van? Szerintem már semmi. Lép be öt atlantiszi polgára. Előbb felderítem, mi van itt. Kíváncsi vagyok, sose láttam még. Szerintem nincs itt semmi. Ja, csak a víz. Na, mindegy. Oh, hello. Építs fel egy városközpontot. Hé, srácok. Befelé. Ennyi. Há, ó, semmi videó. Na mindegy. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!